Tanultam, de a gyerekeimet tanítatni szeretném. Ebbe az iskolába kapjuk meg mind az úgy szülők, mint gyerekek második otthonuk. Szeretnek ebbe az iskolába járni, az én gyerekem elsős, és az én tanáraim, ez az iskola megtanított arra, hogy hogy kell szeretni az iskolát. Ez a suli, ahol csak mi tanulunk, meg a lapozza minden mozdulatunk. Ez a suli, ahol csak mi járunk. Első osztályban ide jártam, és nagyon kellemes emlékeim voltak már akkor is, és a nagyobbik, legidősebb fiamat is ide irattam. Méltatlan és embertelen az a mód, ahogy az önkormányzat eldöntötte, hogy ezt az iskolát bezárja. Azért méltatlan, mert négy iskola igazgatónak egyszerre, egy azon napon, húsvéti ajándékként küldték el a felmondó levelet, illetve a Jannikoszkéva iskola igazgatójának azt a levelet, amely azt tartalmazta, hogy be kell zárni az iskolát. A gyerekeket, a szülőket nem értesítették, és így az a helyzet áll elő, hogy akik kicsik, tehát akik most mennek elsőbe, a szülők már nem tudnak választani. Az idejáró gyerekek szeretik az iskolájukat. Ez az az iskola, amely összefogott a vörösiszap károsultakért. Elsőként volt ökoiskola, és Jannikoszkéva nevét viseli, annak az írónőnek a nevét, aki itt élt a kerületünkben. Jannikoszkéva nevének felvétele itt azért vetődött fel 2004-ben, halála után nem sokkal, mert abban a háztömbben lakott, velem együtt 48 évig, ahol az iskola ma működik. Szerintem mi ezeknek az embereknek nem tudjuk megváltoztatni a véleményét, mert nagyon befolyásosak, meg igazából bármit megtesznek, amit akarnak. És mit mondanak a tanáraitok? A tanáraink azt mondják, hogy kicsi az esély, de megmentetjük az iskolát, de keressünk azért már másik iskolát. Az alpolgármester úrat szeretném idézni. Más oktatási intézmények menet közben bejelentkeztek a mi épületünkre. Ha itt valóban egy épületről van szó, és nem az értékekről, akkor én nagyon-nagyon szomorú állampolgára vagyok ennek az országnak, ahol én is azt gondolom, hogy nagy változásokra lenne szükség. Ha itt valóban egy épületről van szó, akkor nehéz sajnos holnap ismét állampolgári ismereteket és történelmet tanítani, és nehéz nekik bármilyen olyan szerzőt felolvasni, aki arról beszél, hogy milyen jó magyarnak lenni, milyen jó magyar állampolgárnak lenni. Ezen még nekem is el kell gondolkoznom. Én magam racionálisan gondolkodó villamosmérnök végzettségi ember vagyok. Tudom, vannak helyzetek, amikor rá kell gondolni a dolgokat, döntéseket kell hozni a jövő érdekében. Ezek lehetnek fájó döntések is, de sosem lehetnek meggondolatlan, szakmaiatlan, bosszú vágytól vezérelt döntések. Jannikoszki! Mielőtt bármit megszüntetünk, bezárunk, összevonunk, érdemes sokat gondolkodnia és konzultálnia annak, aki döntési helyzetbe került, hogy úgy is mondhatnám, akit mi döntési helyzetbe hoztunk, mert megválasztottuk. Mit üzennél annak, aki meghozta ezt a döntést? Azt üzenném neki, hogy nem tudja, hogy mi van itt és mi zajlik, és tényleg nem azt nézik, hogy itt a gyerekeknek mi az érzésük az iskolával kapcsolatban, hanem mi csak számuk és adatuk vagyunk nekik, úgyhogy gondoljanak bele, hogyha nekik is van gyerekük, akkor ők hogy érzik magukat az iskolájukban. Szerintem más iskolában nincsenek, és hát nem ez a tapasztalatom, hogy olyan tanárok lennének, akikkel meg lehet beszélni már bármit, és
és nem csak tanárok, hanem mentorok, és a pszichológusunk, és lelki segítőink is. Ez nem politikai kérdés, itt életekről van szó, a gyermekeink jövőjéről van szó, az iskolákat és a gyermekeket nem oldalról, hanem szemből kell nézni.